Az elmúlt időszakban sajnos több úgynevezett telefonos csalás is történt a városban. Ilyen esetekben az elkövetők magukat a telefonszolgáltatók szakembereinek, illetve munkatársainak adják ki, és azzal hívják fel a gyanútlan sértetteket, hogy nyertek. A nyereményekért cserébe azonban több feltöltést kell végrehajtaniuk, ilyen esetekben 5-10, 20-30 ezer forintokat szoktak kérni az elkövetők. Ez esetben kérem kételkedjenek, illetve amennyiben ilyen hívást kapnak, értesítsék a rendőrséget, illetve a szolgáltatót. Hétfőn egy akció keretében az újabb bűncselekmény elkövetését megszakítva tartóztattunk le egy középkorú férfit, aki már eddig is több millió forintot csalt ki hamis ígéretekkel gyanútlan sértettektől. A büntetett előéletű pitvarosi lakost őrizetbe vettük, és kezdeményeztük az előzetes letartóztatását az ügyészségnél, illetve a bíróságnál. Sajnos nem zártunk balesetmentes hetet, ugyanis két könnyű baleset történt az elmúlt héten. Az egyik Makó belterületén, még múlt héten csütörtökön, a Vásárhelyi, illetve a Józsi Gyula utca kereszteződésében. Itt kanyarodás közben nem adott elsőbséget egy gépjárművel közlekedő sofőr egy kerékpárosnak, akit így elütött. A biciklis könnyű sérüléseket szenvedett. Tegnap pedig délután a Kinizsi, illetve a Megyeháza utca kereszteződésében hasonló baleset történt, itt a kerékpáros volt figyelmetlen, az elsőbség adás táblát nem nézve behajtott a kereszteződésbe, majd nekiütközött a szabályosan közlekedő személygépkocsinak. A kerékpáros 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.